459 új fertőzött és 89 elhunyt beteg a legfrissebb kedreggeli koronavírus adatok. 3815 beteget ápolnak kórházban, közülük 263-an vannak lélegeztetőgépen. Zajlanak a védőoltásoknak a beadásai. Az országos tiszti főorvos szerint mindegyik vakcina működik. Müller Cecília az Operatív Törzs online tájékoztatóján azt mondta, kisebb bőrpír, hőemelkedés, egy-két napos láz, levertség, izomfájdalom jelentkezhet a második oltás után, de ezektől szerinte nem kell megijedni. Nem kell tőle megijedni, nem kell tőle félni. Gyakorlatilag az oltóanyagnak a hatásosságát mutatja, reagál a szervezet az oltóanyagnak a beadására. Az átoltottság fontosságára hívja fel a figyelmet ebben a videóban a Semmelweis Egyetem rektora. Szerinte ez a legfontosabb ahhoz, hogy a járványt meg lehessen állítani. Van egy természetes átfertőzöttség, amelynek a aránya nagyjából becsülhető. Én körülbelül 25%-ra becsülöm. És ehhez jön hozzá az átoltott populáció nagysága. Ez a kettő együttesen eléri a 60-70%-ot, akkor a járvány magától megáll. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy azok a személyek, akik nem oltják be magukat, bárhol tartózkodva védettek lennének, de a közösség, mint egy nyáj, az adott területen védeni fogja a megbetegedéstől. A védőoltás ingyenes és önkéntes, eddig már több mint 1,7 millióan regisztráltak a vaccinainfo.gov.hu honlapon.